Sziasztok, Szerencsevadász vagyok, és Flyferben-re elhoztuk nektek a július havi statisztikát. Szia, Feri! Hello, sziasztok! Hogy sikerült a július? Hajszét, ha nem. A legjobb hónapod. Tényleg? Jobb lett, mint a június, az király. Jobb lett-e? Majd mindjárt jönnek a számok. És fogunk kaparni egy kaszinót, egy óriási kereket, és egy kincsvadászt! Három sorsegy lesz 6000 forint értékben kaparva, de mielőtt belekezdenénk, akkor egy kicsit meg fogjuk interjúolni itt abból a dologból, hogy is lett akkor ez a jó hónap? Hogy jöttek ki a számok? Mennyit kapartam, mennyit nyertem, mennyit buktam? 170 darab sorsegyet kapartál összesen, amiből volt 63 nyerő és 107 darab vesztes. És akkor a költés az... Ez nagyon jó, 63 nyerő és 107 darab. Ó, az jó, az sokkal jobb, mint a nyerési esélyeknek megfelelő. Igen, na figyelj, 128.800-at költöttél. Ez ugye azért ilyen kevés, úgymond kevés, mert ugye voltak pakkok, amiket felesbe kapartál Ricsivel, és egy pakkaparás. Tehát 128.800, amiből 97.400 visszajött, tehát 31.400 a mínuszod. Csak! Aha, a napi 1000 forint meg az apró. Kb. Ha, király! Király! Bár sose lenne rosszabb, ha bár a pluszos hónapnak még jobban örülnék, viszont még azért lehet egy kicsit tovább boncolgatni ezt a statisztikát. Igen. Van egy nagyon fontos része. Múlt hónapban voltunk Danikánál, elvittük neki a tavaly december óta gyűjtött pénzt, amit lezártunk előző hónap végén. Így van. Tehát június végén, és onnantól kezdve amit gyűltek, azok viszont már a következő jótékonysági alapba mennek, amit majd karácsony környékén fogunk eljuttatni Danikának. És ez az alap, ez mennyivel bővül? Ez 15.600-al, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Tehát akkor 15.600 forintról indulunk neki a következő gyűjtésnek, és ebben a hónapban is lesznek azért még bőven majd olyan videók, amiket ti küldtetek jótékony célra. Nagyon szépen köszönjük, és továbbra is várjuk, hogy ez az akció tovább dübörögjön, nagyon jó helyre megy a pénz. Hogyha még nem láttátok azt a videót, akkor a leírásban ott lesz majd a linkje. Van más egyéb dolog, amit esetleg érdemes lenne így tudni itt a statisztikánkról? Nincsen most, kaparjunk egy nagyot. Most nincs, jó? Hát akkor szerintem essünk neki, 6000 forintból nézzük meg, hogy mennyit fogunk csinálni. Én remélem, hogy többet. Kincsvadász, óriási kerék és kaszinó. A sorszámok pedig 024, 017 és 010. Melyikkel kezdjünk, Feri? Hát figyelj, kezdjünk mondjuk az óriás kerékkel. Okay. Aztán jöhetnek a lapozósok. Óriás kerék, első játék. Szeretnénk látni a nyert szót. Mert ha az oda van írva, akkor nyerünk. Szóval a sorsjegyeket egyébként Tami válogatta ki a kupacból. Úgy, mint a múltkor. Reméljük, hogy most is jó keze lesz hozzá. Ez egy közel volt, nekünk nyert kéne. Majdnem. Szinte. Nem talál. Kis híjem. Próbálja újra. Hát a következő. Hajszál híjem. És... legközelebb. Hát itt a nyert szóhoz nem akart kijönni. Viszont nézzük meg, hogy lesz-e három azonos összegünk. 10 millió forint. Hát annak örülnénk mondjuk 4000. A 4000-nek is. Gyere 4000. Gyere 10 millió. 10000. És 100000. Ez nem jött be. Nem. Akkor keressük meg a Mászdi szóbetűit. Az A az jó, az L az jó, az M az jó, ez egy álom eddig. De a B már nem jó, meg a B. Na, hát akkor az álom szerte foszlott. Három egyforma számot kell találnunk egy sorban. 31, 38, 40. Ezek nagyon nem egyformák. 26, 37, 25. Ezek se. 39, 34 és 22. Itt sincs egyforma. 27, 36 és 24. Annyira zavaró, hogy nem elég két egyforma szám. Na jó, nézzük, hogy lesz-e 10 szerezünk. Egyszeres. Akkor viszont van esélyünk a batyúra. Gyere te, batyú! Pénzköteg, kupa. Nem jött a batyú. Ez egy pénztárca, egy buksza jött oda. Sajnos nem jó buksza volt, vagyis hogy nem jó pénzes batyú volt, zsák, vagy mit tudom én, mi a manó, aminek kéne jönnie. Ott egy X.
meg egy TI. Jó, hogy nem D volt és kirölgött volna, mi? XD. Hát igen. Na kincsvadász. Kincset vadászunk? Akkor vadászunk le a kincseket. Kezdjük hátulról, mit szólsz? Egy érmekereséssel, 4000 forintot ér. Hát itt van zsák, de itt nem jó. Hát köszi. Átvihettük volna a másikra, mi? Kivágjuk, átragasztjuk. Csak úgy nem ér. Sajnos. Melyik legyen a következő játék? Legyen a kettes, meg a hármas. Kettes, három, kis játékokkal nyomatjuk. 3-1 forma szimbólum kell, és van egy kalapunk. Még egy térkép. Még egy iránytű, hát ez itt szar. Még egy térkép. Akkor nézzük, hogy lesz-e 3-1 forma összegünk. Elő fog bújni még ma? 100 000. 8000. Hát így se sok esélyt adott. 20 000 és 20 000. Egyes vagy? Legyen az egyes. Egyes. Jó, nézzük meg akkor négyes. A kőtáblákat. Törögessük föl. Itt ugye az a lényeg, hogy vagy egy teljes sor jöjjön ki, akkor a sor végén lévő összeg a miénk, vagy pedig egy teljes oszlop, és akkor az oszlop alján, hát az e-oszlop az mondjuk így kellemes lenne egy zöld 75 millióért. Vagy zöld, vagy nem zöld, tök mindegy, de 75 millió rohadt jó lenne. És akkor nézzük, a koordináták szerint kell feltörni a táblákat, és egy E5-össel bekezdünk, hát akkor még 5 darab E-betűset kérünk. Az B2. D1, nagyon össze-vissza szólja. C4, köszi. Akkor most mi jön? A3, vagy A6? B3. A6, kösz. Na, ennél jobban nem lehetett volna szerintem szétszórni őket igazándiból. E2. D6. E1. Van még három. Van még három. Akkor E-betűsek. Gyerte. És nem jó, most már nem leszünk. Ez egy B6-os. Még a hatos, az kijöhet a hatos sor. Már nem. B1. Ó, hogy a francos. Már semmi. És még egy B5-ös kijött. Jaj, mit nyomtam itt? B5. Mi hiányzik? B4. Egy B4, az nagyon hiányzik. Nem lehetne ezt így áthúzni is. De az a baj, hogy itt kör van, mi? Az igen. Hát, akkor nem néztünk el semmit. Viszont van még egy játékunk. Ahol az a lényeg, hogy a mi számunk nagyobb legyen, mint a kincsvadászok száma az adott sorban. De az se lenne baj, hogy egy 3x-et találnánk itt. Lehet, mert az megtriplázna a nyereményünket. Ezt már igen láttam. Én is. 20. 27. Már kezdtem örülni, hogy meg lesz a 17, de nem. 11. Még nyerhetünk, mert 10-es is van. Csak nem ott. Azt a 12-t nem tudtad volna máskor adni, mondjuk most. Ja. 15, 28, 14, milyen piciket ad nekünk? 29, mondjuk a legnagyobbak most hirtelen kimentek. 16, megint kicsit ad nekünk. 23, na ide dobj egy nagyot. 12. Hát, 10 vagy 11. 20. Ez se jó. Nem igaz. Hát akkor maradt egy kaszinó. Ez kaszi kaszinó. B. És egy kicsit ilyen nehezen lekaparható sajnos. Na nézzük, hogy itt lesznek el a többiek. Igen, ott egy E. Be. Még egy kis B-et. Na jó, hát akkor a kaszinó méghoz egy szép kerek 10-essel. Hát ahhoz egy szép nagyot, mint a múltkoriban, ugye? Jó lenne. Nézzétek vissza, hogyha nem láttátok az előző statisztika videót. Az egyes játékon az a lényeg, hogy a mi számunk nagyobb legyen, mint az osztói. Egy 5-ös. Adott egy 5-ös, magának meg egy 6-os. Köszi. 7-es. 7. Dáma. A 2-esnél nincs kisebb szám. És jumbo. Nézzük, hogy lesz a két egyforma szimbólumunk. 5000 forintért arany, rudi, meg egy cseri, nem egyformák. Recsen a csapóajtó, kinyílik, és megnézzük a rulettet. A ruletten is régen nyertünk már. A 18, a 7 és a 31 lett megrakva. Na legyen Lucky 7. Nekem a másik kettő is jó, csak bejön. Amúgy igen. 35, na.
Egyes, egy 31-es, az nagyon jó lenne. 30. 11. Jaj, pedig az esély ott volt. 15, nem jó. És az se jó, 26-os, sajnos nem jött be. 3-1 forma a figurás lap kell. 3, 2, Jumbo, király és király, igen, ez esélytelen lett sajnos. Na nézzük a következő játékot, ahol az kéne, hogy az oszlopon belül egyformákat dobjunk. Nem egyszerű dolog, van hozzá egy nyereménytábla, és még sose sikerült. Reméljük, hogy egyszer összejön. Akár most? 3, 1, 4, 6 és 2. Nem. 6, 2, 1, 5 és 4. Itt sincsenek egyformák. Fehér oszlop. 5, 3, 2, 4 és 1. Nem jó. Nézzük meg a hatos játékot. Félkörű rabló, itt van hozzá a nyereménytábla. Azt szerint kéne 3-1-forma szimbólumot találni kötésben. Sor, oszlop vagy átló, minden kötés jó, csak legyen meg. Patkó, harang és egy szőlő. Harang. Az nagyon rossz helyre került. Cseresznye. Hoppa, patkó, 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 5000 forintot ér, hogyha itt is patkó lesz. Na nézzük, hogy itt mi van, itt 7-es van. És akkor a cserkó, az bárra folytatódik, csak a patkóra megyünk. Gyere, patkó, lopat, citrom. A következő játékon a kockákkal 7-et vagy 11-et kell dobni. Piros kockák esetében kettő mellé adj egy 5-ös. Adj egy 5-ös. 6. Besugalt. 6, két esély. 1 vagy 5. 1 vagy 5. 4. 8-as játék, a nyert szóbetűit keressük. Gyere, nyert! E! Ó! Ha hiba van, akkor már nyeremény nem lesz. MC és Y. Eunci. Ászkeresés. Hát vannak jó tapasztalataink vele. 7-es, 9-es, Jumbo és 10-es. Most nem jött az ász. Na még jöhet. Kamuász! Na nézd meg, ide vág egy 4-est. 7-es, 3-as és 10-es. Ajaj. 9. Király, az már majdnem állsz. Gyerünk, egy kicsit nagyobbat. 2-es. És dáma. Nem jött az ász, de még mindig van esély. 3 egyforma összeget keresünk. 10 millió. 20 ezer. 10 millió. Ó. Én benne vagyok. Az jó lenne. Gyere, 10 milla. 7000. 2000, csak a 10 milla. Gyere, 10 milla. Már itt már baj van, mert erre a vége. Hát ez nagy baj. 6000. Na ebben a hónapban így a kezdésnél nem túl sokat tettünk bele. Nem úgy, mint a múlt hónapban. Attól még reméljük, hogy jó lesz, csak hát most jó. Sajnálom, hogy ez itt... Na, fú, Tami, hallod? Most nagyon szarul választottál. A múlt körül nagyon jó volt. Ez nagyon szar. Hát ez ilyen. Ott egy U betű. De mindig a te fiókod volt, úgyhogy... Meg egy Ups. Kaszinó leszerepelt, kincsodász leszerepelt, nem meg az óriási kerék, szintén zenész. Valahogy nem... Nem tetszik ez nekem, én jobban szeretnék nyerőket mutatni. De legalább mutattunk egy jó statisztikát. Igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és hogy velünk vagytok, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok!